Kádár János alatt bezzeg ingyenes volt az egészségügy, ma meg mindenki arról vitatkozik, hogyan fizessük ki az árát. Járulék, ellenőrzés, kórházbezárások, biztosítók. Ha az egészségügyről beszélünk, pénzről beszélünk. Mi történhetett azóta, hogy meghalt Kádár János? Talán mégis neki volt igaza? Nos, az történt például, hogy az orvostudomány röpke 20-30 év alatt kitalált egy csomó hipermodern gépezetet, ultrahangot, lézerkést, orvosi számítógépeket. Nagyszerű, életmentő készülékek ezek, azon kívül igen drágák. Pár évtizeddel ezelőtt a rákbetegeknek szinte semmi reményük nem volt. Ma a rák gyakran gyógyítható, ha időben észreveszi az ultrahang. Biztonságosabbá vált a szülés, és nem kell többé a fogorvostól félni. Viszont minél fejlettebb az orvostudomány, annál többe kerül. Ma milliós műtétek árát próbáljuk előteremteni a költségvetésből. 30 éve ezek a műtétek nem is léteztek. Az sem igaz, hogy a szocializmusban mindenkinek ugyanolyan gyógyítás jutott. Hála pénzért jobb ellátás járt, az illetékes elvtársak pedig a Kútvölgyibe kerültek, az volt a pártkórház. Jól felszerelt, kényelmes hely volt, de az egyszerű ember nem mehetett oda. Neki maradt a koszos, 20 ágyas kórterem. És van itt még egy tévedés. Az egészségügy soha nem volt ingyen. Az állam beszedte a járulékot, és abból fizette az orvost meg a gyógyszert. Akkor még 5 millió magyartól szedhette be, de így sem volt elég. Ma már csak 3,5 millióan fizetnek tévéjárulékot, a többit adóból pótolja ki az állam. A gyógyítás drágább lett, ahogy a mai autók is többe kerülnek, mint anno egy zsiguli. A magyar egészségügy rengeteget fejlődött és drágult pár évtized alatt. Ezért égett a körmünkre a kérdés, hogy honnan teremtsük elő az árát, és miképpen tegyük igazságosabbá az ellátást. Annyi biztos, úgy már nem megy, mint Kádár János idején. Elég baj nekünk, hogy eddig